A TVE csapata a mai OB1-es női vízilabda mérkőzésen az UVSE csapatát fogadta. Egy izmos mérkőzést láthattunk. Mindenek előtt szeretnék gratulálni az UVSE-nek a ligában elért eredményért és a 8-közi jutásért. Bencúr Mártont, az UVSE vezetőedzőjét szeretném megkérdezni, hogy hogy értékelte, hogy látta a mai mérkőzést. Gratulálok a lányoknak, egy nagyon hasznos mérkőzés volt. Ugye mindenki tudja, ez nem titok, hogy már a Mataró elleni negyed döntő van a szemünk előtt. Természetesen tudjuk, hogy az életi lesznek fontos bajnokjaink, amiket meg kell nyerni. Bizonyos szituációkban pontatlanok voltunk, ezt tényleg kicsit annak a számára jó, hogy azért hétköznap van a lányok nagy része azért olyan értelemben nem profi játékos, hogy sok elfoglaltsága lehet napközben. Kicsit dekoncentráltak voltunk. Kimondottan örülök neki, hogy rengeteg ember hátrányunk volt, mert Matalóban is arra készülünk, hogy esetleg ott komoly hazai pályát kap a spanyol csapat. Nagyon jól megoldottuk ezeket, úgyhogy gratulálok a lányoknak, egy nagyon magabiztos győzelem. Köszönöm szépen. Forgács Lili, tavaly te még a TVS színeiben voltál, az UVSE adott kölcsön téged. Hogy érezted magad a vízben, és milyen volt a TVS ellen játszani? Először szeretnék gratulálni az ellenfél csapatnak, szerintem ez egy jó meccs volt. A helyzeténket nem igazán sikerült 100%-osan kihasználnunk, ahogy azt szerettük volna, ami először is a fő cél volt. A meccset sem úgy sikerült elkezdenünk, ahogy szerettük volna, de a végére sikerült összeszedni magunkat. Ennél már csak jobb lehet. Köszönöm szépen. Lukács Dénes, a TVL vezetőedzőjét. Téged kérdezlek, hogy értékelje te is. Először is én is gratulálnék az Újpestnek a negyed döntőhöz, valamint az Újpest válogatott játékosainak a olimpiai kvalifikációhoz, mert ez a magyar vízilabdának, vagy a női vízilabdának borzasztóan fontos, ez a két eredmény. Nagyon hasznos volt számunkra a mérkőzés. Én gondolom, hogy meg is tettünk mindent azért, hogy ez izgalmas és jó legyen. Természetesen ki kellett valahol jönni a különbségnek, a rutinnak, valamint az erőlétbeli különbségnek a két csapat között. A harmadik negyed volt ez, mind a három többi negyeddel elégedett vagyok. Én szerintem küzdöttünk, hajtottunk. Nagyon sok fiatal tudtam játszatni, a másik oldalon is nagyon sok fiatal játszott. Úgyhogy szerintem ebből a mérkőzésből tudunk építkezni. Más ritmusban van a két csapat, de minden mérkőzés nagyon fontosnak és rangadónak kezelünk, vagy tekintünk, úgyhogy megyünk tovább, dolgozunk. Én szerintem ott leszünk a céljainknál március-április magasságában. Köszönöm. Tóth Rebeka, te most éppen Lili cipőjében vagy dresszében jársz, mert most te vagy kölcsönadva az UVSE részéről a TVL-nek. Ma debütáltál, hogy érezted magad? Értek-e egy pár szóval? Először is én is szeretnék gratulálni a mai meccsért és a múlt hétét az UVSE-nek. Hát igen, én is most nekem is az a mai meccs volt az első. És úgy gondolom, hogy jól kezdtük az idént, és ez egy jó meccs volt, és felvettük a ritmust. És remélem, hogy jól fog folytatódni az itteni pályafutásom, ha nevezhetem így. Így legyen. Köszönöm szépen, további sportsikereket kívánok!